Insula Magna, azaz nagy sziget volt a csaló köz régi neve, amikor több száz évvel ezelőtt a sziget közzel együtt még egy régiót alkotott. Az azonos nevű projekt 2020-ban indult Magyarországon. Célja a sziget köz mint mintatérség vizsgálata tudományos szempontból. A kezdeményezők szerint a vízben rejlő lehetőségek meghatározzák a későbbi fejlődési lehetőségeket többek között az agrárium, a környezetvédelem vagy a turizmus területén. A Nagy-Duna 30 évvel ezelőtti elterelésekor környezeti károk keletkeztek, amelyeket most szeretnének enyhíteni. Most többek között ezt szeretnék a rehabilitációval pótolni, tehát az, hogy a Nagy-Dunát újra élővé tegyék, és ez nagyban érinteni a kis Csallóközt is, hiszen egy négy felé küszöbös megoldásban gondolkodik a magyar partner, amelyben kettő a szlovák oldalra esne, és így gyakorlatilag a kis csaló közi rész és a sziget közi rész közösen tudnak környezetvédelmi szempontból is működni. Turisztikailag azt gondolom, hogy már most is sokan tekintenek ránk egy régióként. Ha belegondolunk, akkor az agráriumban is számos kapcsolódás van már, és aztán ha még tágítjuk a horizontot, akkor azt gondolom, hogy vízügyi, környezetvédelmi egyéb szempontból ez a térség egy. A projekthez már szlovákiai résztvevők is kapcsolódtak. A Csallóköz Naturpark Polgári Társulás a Csallóközben zajló adatgyűjtésben vesz részt. Az Insula Magna projekt lényege, hogy a Szigetköz Csallóköz térséget újra összekapcsolja, hogy az öreg Duna összekösse és ne elválaszza a Duna két oldalán a településeket. Az infrastruktúra, a közlekedés, a turizmus, a vízgazdálkodás, a vízi infrastruktúra, ezek mind ennek a koncepciónak a részei. A Győri Széchenyi István Egyetem, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közreműködésével megvalósuló projekt mostani szakaszára több mint 900 millió forint áll rendelkezésre. Tervezett befejezési ideje pedig 2022. szeptember 30-a.